Kedves közönségünk, kedves vendégek! Múltkor nem tudtuk befejezni az előadást, én ígérem majd, hogy nem tudtuk. Én azt hittem, hogy már mindenki alélt, és önkényesen berekeztettem az előadást, holott maguk fizettek érte, és benne lett volna még a dologban az, hogy én még 10 percig beszéljek. Most nem illik feltétlenül a mondani valónkhoz az, amit a múltkor nem meséltem el, de feltétlenül érinteni fogjuk. Lesz alkalmunk bőven kapcsolódni azokhoz a kérdésekhez, amelyek akkor szóba kerültek. Most itt azonban a program szerint egy kicsit a történelmi idő és tér fogalmáról, illetve művészettörténeti dokumentumokkal történő rekonstruálásáról lesz egy kicsit szó. Nagyjából ilyen szabad asszociációs kísérlet ez, amely olykor, ha nagyon konokul érveket szeretnénk szolgáltatni, művészettörténeti érveket szolgáltatni a következtetéseink alá, akkor ez egy komplikált művelet lenne. A mi beszélgetésünk, az itteni találkozásunk erre nem ad lehetőséget, ezért kicsit lazának és néha talán önkényesnek látszik az, amit mondok, de észre fogják venni azért az összefüggéseket az elmondottak között. Én itt egy vad és nem a mi adott civilizációs és kulturális körünkből származó dokumentumot hoztam, egy amerikai nagyváros, egy angol-indiai származású szobrász. Ma a szobrászat egyik sztárja, az Amish Kapoor nevezetű, most így 60 év körüli, 60 éves elmúlt éppenséggel, szobrásztár, egyik köztéri szobráról van szó, egy szoborfelhőről, ami krómacélból készült, és őrületes méretű, és fantasztikus technikai fedezettel készült el, de ez egy mellékes kérdés. A lényeg az, hogy az alapkérdés, amit feltár, illetőleg amit folyamatosan megfogalmaz a szobor, az a tükrözés és a környezet. A környezet és a szobormű hatása, az a reflexív, befogadó, tükröző hatás, amit a szobor ebben az esetben, ez a krómacél tükröző felület elő tud állítani. Aki emlékszik, itt volt a Hence Tamás kiállítás megnyitóján, talán nem sokan voltak itt, de akkor én fölidéztem az egyik szicíliai kisvárosban lévő szobrocskát egy nagy amerikai filmrendezőről, amiben így tükröződött a környezet, a középkori kicsi falu, a tenger, maga a filmrendező, és így tovább, és így tovább. És akkor ott alkalmat adott arra a mű maga, hogy beszéljünk arról, hogy a műalkotás rengeteg mindent tükröz, még akkor is, hogyha nem feltétlenül tükörből van a felülete. Ez a mindenkori műtárgyakkal foglalkozó számára egy teljesen közismert kötelezettség, értelmezi a műtárgyakat. Most azt gondoltam, hogy egy picikét nagyon jellemző, érdekes műtárgyakkal, nagyon jellemző, talán nem feltétlenül érdekes, de mindenképpen bekövetkezett történelmi időt faggatnánk, és hát a következő képek majd talán érzékelhető lesz, ezt a kötelezettséget valósítják meg. Igyekszem én sok kortárs művet és érdekes mai meghatározó jelentőségű műalkotást is felidézni, természetesen lubickolni fogunk a művészettörténet megszentelt nagy és gyönyörű és élvezetes alkotásaiban is. Ezekben a típusú művekben sokkal kevesebb az élvezet, mint a bár intellektuálisan feltétlenül talán érdekfeszítőek lehetnek olykor, mint az esztétikai vagy szenzuális érzéki megszólítás. De mindenesetre a Gerhes Gábor, amikor két szűnyeg segítségével teremt egy interferenciás kis ilyen forma ütközéses, egyezéses felületet, azért itt egy rejtőzködési jelenetet is megvalósít, hiszen valakit letakarnak egy szőnyeggel, és éppenséggel még az emberi lépték, emberi forma is kirajzolódik, amely formát nagyon érdekesen támaszt alá, vagy ellenpontoz a szőnyeg nyilvánvalóan keleties ornamentikája. Tehát ez egy különös játék, talán egy kicsit szimpadias, talán egy kicsit a
képzőművészetre is emlékeztet bennünket, de fotó segítségével létrehozott műalkotás. A másik is a Gerhes Gábortól való, aki egy valóságos, mai, nagyon aktív és komoly befolyással rendelkező fotóművész. Ő a magyar 19. század egyik kulturális archetípusát jeleníti meg, akiről hát mondjuk a Fülep Lajos egy nagy tanulmányt írt az Izsó Miklós tevékenységéről, a busuló és a táncoló juhászról, ami hát a magyarság megjelenítésének valami csúcspontját jelentette az ő számukra. Egy minden tekintetben összetett, nagyon-nagyon sok kifejezési értékkel és plasztikai értékkel rendelkező műalkotás, mondta a Fülep Lajos, a művészetfilozófus annak idején, akinek a nevét azért érdemes itt említeni, mert hiszen Bátaszéken is volt lelkész, és Baján is volt református lelkész. Aztán Zengővárkonyban 15 éven át dolgozott református lelkészként, végül aztán akadémikusként művészettörténeti tanszéket csinált, és megcsinált az első nagy magyarországi művészet szintézis kötetet. Szóval mindenféle vonatkozásban emlékezetes az ő neve. Itt most csak azért említem, mert a Gerhes Gábor, a fotóművész, ehhez a szobormű alapján, egy 19. századi szobormű alapján belénk vésett archetipikus képet próbál a fotóművészet, vagy éppenséggel az utánjátszás, vagy utánmodellezés segítségével közelhozni, és ilyen élőképeket fotografál, amelyek nem alkalmasak semmi másra, csak ilyen nagyon érdekes, finom, történeti, dokumentációs utángondolásokra. Valójában inkább a méretükkel nyűgöznek le, mert látják 180x100 cm-es fotográfiák, vagyis embernagyságú fotográfiák, amelyek valójában még azt a mellékképzetet is keltik, hogy a fotó maga, a műalkotás maga, mintha megkettőzné a létező emberi mozdulatokat, és mintha ugyanolyan kvalitásúak lennének. Minden esetre a történelmi idő és a jelenkor különös művészetfogyasztói rutinjai érdekesen keverednek ebbe. Na de itt menjünk egy kicsit vissza időben, és az 1960-as évek egy teljesen más civilizációs körben, Amerikai Egyesült Államok, megteremti a maga ikonosztázait. Ezt a szót bátor nyugalommal lehet használni, hiszen Andy Warholról van szó, ez a Csehországból elszármazott úgynevezett popmester, aki a pop, az amerikai pop képzőművészetének, aztán a világ egyetemes pop, vagyis hát a köznapi, a modernizációban megjelenő tömegfogyasztás és tömegtermelés kultusztárjaival foglalkozó és ebben elkötelezett a fogyasztás gyakorlatát is vizsgáló emberről van szó, aki megteremti a legújabb kor ikonosztázát, ez már szóismétlés a részemről, de mégiscsak arról van szó, hogy valami alapvető jelentőségű a civilizációra, a kultúrára, a mindennapi rutinjainkra jól rímelő tárgycsoportot állít elő, leves konzerveket. Látják, bizonyos rendszeresség, talán nem látják, ezért inkább utalok rá, mindenütt levesről van szó, de mindig más és más leves van egymás mellett, minden sorban. Tehát van egy ilyen érdekes permutációs vagy variációs rendje ennek az egésznek, míg azt is mondhatnám, hogyha itt különböző számokkal bejelölést alkalmaznánk, hogy valamilyen számmisztika is megjelenhetne éppenséggel, amiből annyit ismerünk a középkorból, meg hát az ókorból is ilyen különös varázs négyszögeket és egyebeket. Mindenesetre a lényeg az, hogy az Andy Warhol mondja ki azt, hogy a műalkotásnak, és tulajdonképpen ezért a mondásért, vagy ennek alátámasztásáért vetítem ezeket a képeket, a műalkotásnak éppen úgy kell tükrözni a maguk korát, mint ahogyan a kor egyéb tárgyai és rutinjai és mindennapi gyakorlata tükrözi azt, vagy elmélyíti azt, vagy azt a benyomást kelti a korban élő ember számára, hogy ő a helyén van. A műalkotás is úgy készüljön, mint a Rolling Rock sörös üveg, ezt már elsütöttem ezt a mondást, de hát hiszen ez az Andy Warhol szájából jött ki, hogy jelenjen meg benne a sorozatgyártás, egy-két kvalitása, jelenjen meg benne a
tömegtermeléses minőség, és legyen dekoratív, mert hát mi a dekorativitást, az optikai hatékonyságot mindennél többre értékeljük. És hát ez mondjuk a 60-as évek amerikai hangulatainak teljességgel jó kifejezése, mert más forrásból tudjuk, hogy ez időtájt óriási léptékű művek születnek, ezekben a művekben pezsgő és rettentően érdekes színkalandok játszódnak le, nagy robbanékonyság, irdatlan mobilitás és optikai izgalom jellemzi ez időtájt, akkor képzőművészeti alkotásait. Bizonyos értelemben az Andy Warhol, nem róluk szól ez a mese ma este, az Andy Warhol számba veszi, mint egy enciklopédikusan, azokat a viselkedéseket, tárgyakat, emberi helyzeteket, amelyeket a 1960-as évek Amerikája, beleértve ebbe a homoszexualitás problémáját, beleértve a kábítószer ügyeket, öngyilkossági statisztikákat, sok mindent, ami a kiegyensúlyozott társadalmi véleménycserében valahol periférián helyezkednek el, de létezők. Az új művészet hozzányúl ezekhez a periférikusan létező, ám de a közösségi létet mindenképpen meghatározó problémákhoz, amikor ilyen dolgok megszületnek. És ezzel nagyjából egy időben fiatal emberek Oroszországban festenek izgalmas képeket a mindennapi szovjet-orosz viszonyokról. A szovjet-orosz perestroika utáni időszak ipari környezetében élő emberek mindennapi szokásai, viseletei. Szívesen hoztam volna, ha nem lett volna kicsit élveteg a dolog, az Andy Warholtól fotókat, standfotókat, amiket az ő gyárában, ő factory-nek mondta, azt a nagy műtermét, amiben a maga kis underground filmjeit csinálta, megszólalásig hasonló jeleneteket lehetett volna ott látni, és tudtam volna mutatni. Ipari környezet, mindenütt. A kiüzetés jelenet, amellyel a későbbiekben egy kicsit fogunk majd foglalkozni, hiszen egy nagyon mély ikonográfia és eszmetörténeti múltja van, és amiről eddig még nem volt szó, hát visszavisz bennünket a testamentumok, az igazi és működő hitek idejébe, és egy olyan közegből szolgáltat a számunkra messze, messze időben és térben eligazító emberi mintákat, amelyeket hát tulajdonképpen csak teológiai közegben, templomban vagy a szószékről hallgatunk. Minden esetre hát a kiüzetés jelenet fölveti a modern ember naponta bekövetkező és tömegesen bekövetkező kiüzetés élményét. Egyszer fölgyullad egy kollégium és kiüzettetik az ember, egyszer lavina jön, egyszer villámcsapás, egyszer átszakad a gát, és alumínium iszap és egyebek jönnek. A kiüzetés helyzet, a kiüzetés jelenet egy társadalmi kérdés és jelenség. Érdemes arra, hogy a képzőművészet valahol állást foglaljon vele kapcsolatban. Itt egy orosz változat, és benne ugye van egy divertimentós fejezet ott fönt, ami hát a reggeli a szabadban, az Edvard Manet képnek egy átirata, rozsdás csövek és koszos iparcsarnok és vontatóhajók közegében. Aztán a Diogénész is ugye maga hordójában ott üldögél, egy antik allúzió a filozófusról, aki magában bölcselkedik. De feltétlenül nagyon érdekes a formanyelve, mert egy incsiklandóan döglött, racionális, nagyon fotószerű és kegyetlen kifejezési forma, amivel itten találkozunk. És ennek nagyon sok regiszterét fogjuk látni, most majd kicsit szorosabban, közelebb menve a tárgyunkhoz, a kiüzetés jelenetben. Hát ez csak egy átmeneti kép, ami hát a szabadidő eltöltésének egy bizonyos helyzetét, jó kis mocskos, iszapos, sáros vízben, távol atomerőművel és koszlott környezettel a tündérek. Itt láthatók mások ezek a tündérek, mint mondjuk a 19. század elején, vagy bármikor. Olyan hihetetlenül pontos korszakhoz kötődése van ezeknek érzéki minőségeik szerint is, hogy
hogy nagyon pontosan meg lehet határozni a keletkezésüket. A német nyelvben van egy szó, a Zeitgebundene, az időhöz kötött, magyarul is ezt ugyanígy lehetne mondani, rendkívüli módon az időhöz kötöttek ezek a művek. Tévedhetetlen biztonsággal tájékozódunk ezekben a műalkotásokban. A legártatlanabb szem számára is teljesen nyilvánvaló, hogy ez a mű valahol a 20. század végén, valamilyen iparvidék környékén játszódik le, és a mindennapi életünkben is jól ismert jelenségek és jelképek vannak. Ezzel a képpel még majd fogunk foglalkozni valamikor a beszélgetésünk végén, mert egy új művészeti irányzat egyik dokumentumaként fogom én kezelni ezt. Én minden esetre csak ezen most nincs ilyen kis lézer eligazító pont, tehát mutatni fogom. A háttérben, noha mindenki érzi, hogy egyszerre egy háborús jelenet, talán Irakban vagyunk, vagy valahol a Közel-Keleten, mert a távolban ott olajkutak égnek, és olajraktárak égnek. Tehát itt egy légi desszant kis alakulat, de szerelem következik be, éjszaka van, kicsi tivornyázás folyik, a viszki, és kólák, és energiaitalok, és letépet ruhák is. Egy faun és egy nimfa ott a háttérben elosonnak, nagyon-nagyon különös, zavaros, különböző időrétegeket beidéző érvelési rendszere van a képnek, de mindenképpen egy veszélyeztetett környezet, és ebben a szituációban nem azt mondjuk, hogy távoli háborús gócok idegesítenek bennünket. Ez nagyon közel lévő jelenet, és tele van a művészettörténet, egészen pontosan meghatározható, meg is próbáljuk majd határozni ezeket a forrásokat, meghatározható elemeivel. Egy hatalmas idézéstechnika, gyönyörű és technikailag érett idézéstechnika. Egy Adam Miller nevű fiatal amerikai művész csinált, ez 2015-ből származik, ez az Éjszakai Őrség című jelenet, ami hát nyilván a lazasságra utal, és hát csak másra nem utalnék, mindenki ismeri talán azt a Dévaj, Gustav Courbet képet, ami a világ eredetéről szól. Hát ez a kép egy az egyben ott a női test középtájáról felismerhető. Nagyon sok ilyen típusú idézet van a műben. És hát akkor a kiüzetés. Tehát a kiüzetés milyen fantasztikus transformációja az, ami mondjuk 2014-ben egy német művész jóvoltából születik meg, javaslat az egyház és az állam szétválasztására. Mindenki felismeri, hogy a kép alapvetően, bár nagyon fotószerű, de hát visszamegy, nagyon sok ilyen típusú képet ismerhettünk, de igazából visszamegy a 16. századi németalföldi, ez a Lukács Cranach körében, vagy a Hans Baldung körében megjelenített műalkotásokra. Menet közben én majd fogok ezekből is idézni, csak hogy a történelmi időben, 2014-ben a két műalkotásra, amelyek mindegyikén igazság szerint ott kéne lenni Ádámnak és Évának, a két műalkotásban egy női pár és egy férfi pár. Ha pár, akkor Ádám, Ádám, ha pár, akkor Éva, Éva. De az, hogy Ádám, Éva, nem. Most én nem rágódnék ezen olyan nagyon sokat. Nyitott a mondat, de lényegében mindenki megoldásra jut a tekintetben, hogy a klasszikus bibliai emberpár tételezést, azt itt most zárójelbe tesszük egy kis időre, és vagy az egyik nem létezik, vagy a másik nem létezik. Ki eldönti majd, hogy kinek a számára nem létezik az, és kinek a számára nem létezik amaz, de minden esetre egy nagyon érdekes gender probléma jelenik meg ezen a művön, átirat, amelyben a művészettörténeti múlt nagyon vastagon benne van. Tehát ez a múlt, amit mi itt látunk a mediterrán középkorból, de akárhonnan, tehát itt nézhetnénk az árpádkori templomokat is, mert mindegyikben majdnem előfordulnak a bűnbeesés jelenetei, meg a teremtés, meg az egyéb ugye a teremtés könyvének jelenetei. Hát itt történetesen még az Ádám és az Éva felismerhető,
és felismerhető a Masaccio képében, ez ugye Firenzében van, a Santa Maria della Carmine templomban, a Brancacci kápolnában, amikor a reneszánszról beszélgettünk, akkor ezt a kápolnát megnéztük, és hát ugye ez egy élő múzeum a reneszánszban. A magyar szempontból fontos, Mazzolino is dolgozott ebben a freskóban, aki hát az Ozorai Pipónak is volt ismerőse, és talán Zsigmond király udvarában is megfordult. Tehát nekünk magyaroknak is érdekes ez a kiüzetés jelenet. Egy férfi és egy nő, és egy arkangyal, egy nagyon jelentéktelen helyzete van ennek a képnek a kápolnában, mert egy oszlopot borít csak, az igazi főjelenetek belül vannak a kápolnában, csak egy dekoratív jelenet, amelyben az Ádám és Éva emberpárként a drámával az arcukon és az előttük álló világtörténelmi léptékű tennivalók tudatában távoznak el a mennyek a paradicsomból, és aztán itt van a Michelangelónak a Sixtus kápolnából származó bűnbeesés jelenete, ami hát mint egy ilyen mozifilmben a korai meg a későbbi jeleneteket is összefoglalja, és hát egy ilyen komplex, szimmetrikus képben jeleníti meg a bűnbeesés tényleges történetét és a kiüzetés jelenetét. Tehát nagyon-nagyon erősen kötődik az Ótestamentum passzusaihoz ez a mű, eligazító értékű, évszázadokon keresztül ezek a mély igazságok igazították a mozdulatainkat, és úgy tűnik, hogy a Kunkle mester előbb látott képében ezek az igazságok már nem eligazító értékűek. Ezek már nem részei a cselekvési konvencióknak. A kereszténység üzenetei, a parancsolatokhoz kapcsolódó mozdulatok, tennivalók és egyebek nem érvényesek. Föl vannak függesztve, és tulajdonképpen egy egészen nehezen mondja ki az ember a szó, de egy egészen ironikus karakterű mű jön létre. Tehát a bűnbeesésnek ugye itt van a forrásvidék valahol, a Lukács Kranákék környékén, ahol hát a természet békés együttélésének igaz ugyan, hogy a paradicsomból kiüzetünk, de utána a feladat, az istenné válás feladata mindenképpen ott van az ember számára, próbálja meg akkor maga istenné tenni önmagát, és ahhoz munka kell, megértés állatokkal, emberekkel, másokkal, stb. Bűbájosak ezek a képek. És ez a titokzatos bűbáj, vagy a tragédiának ez az egyfenekű átérzése, ez még a 20. század közepén is a Molnár C. Pált például megihlette, és egy hagyományos jellegű kiüzetés jelenetet valósított meg. Érdemes a bűnbeesés történetére ránézni a 20. század legelején. A német expresszionizmusnak van egy nagy mestere, az Emil Nolde. Én itt el fogom követni azt a bűnt, hogy a Noldét is rettentően érdeklő az növényvilágban, bizonyos helyeken megjelenő ilyen különös erotikus jellegű formációkat bevonja a kép megcsinálásába. Az érzékek elviszik, mondjuk a gyümölcs megkóstolása, az ördög incselkedéseként van a Bibliában természetesen tételezve, de igazából az emberrel magával született érzéki örömszerzés készsége, ez felötlik az Emil Noldéba, amikor ezt 1919-ben festette ezt a képet, Ádám és Éva kiüzetése. Mint ahogy a Lukács Kranáknál is ott vannak az állatok, hát itt is megjelenik egy kicsi állat, ott a hátul egy ilyen kis bajszos oroszlánka, és középen van egy ilyen lila, fallikus forma, különös forma, hát tudjuk azt, hogy ez a paradicsomi almafa kellene, hogy legyen, azonban hát egészen furcsa színe van, és nem asszociál az ember egészen az almafa kérgére vagy törzsére, mint ahogyan nem feltétlenül támasztja alá a művészettörténet által Ádámról és Éváról bennük megalkotott
képet a két figura sem, tehát ezek a maguk gyermetegségével a világ és a történelem és a kultúra újrakezdésének valamiféle fázisrajzaként jelennek meg itt a számunkra. És én itt elkövettem ezt a hibát, hogy én elkalandoztam, mert a művészet történet az csiklandoz bennünket, és annyi helyen lehet kinyitni ajtókat, és annyi felé elmehetünk még, hogy mi miért, és hogyan, és honnan az inspiráció. És hát az én számomra hirtelen világos lett, hogy ez az amorfofallus típusú, nagyon sok változata van ennek a délszaki növénynek, hogy mintha ez tűnne fel. Fantasztikus nézni azt, hogy az arányok, a tisztasága, a bonyolult formatartalmak, például egy növényben hogyan vannak megvalósítva. Olyan plasztika értéke van, hogy valójában a kreatív spekulációkat, amiket a szobrászatban művelni szoktak, sútba lehetne dobni, hiszen olyan tökéletes szobrászati probléma. Van is egy pár szobrász, akinek aztán a művében, de én most idáig nem merészkednék el, de akinek a művében például ezek a palást és befoglaló belső forma kérdések megjelennek. Aztán van egy ilyen kicsit szertelen amorfofallus, amelyik kicsit ilyen száguldó, de simán meg lehetne etetni emberekkel azt, hogy itt tényleg elvont műalkotásokról van szó. Mondjuk ez egy tanóra lenne, ahol művésznövendékeknek emlékmeghatározási gyakorlatot kellene tartani, akkor esetleg bedobnám, hogy ezt ki csinálta, és hol csinálta, és mikor csinálta, és lennének emberek a teremben, akik azt mondanák, hogy hát bizony ez, meg az, meg amaz, ezt csinálta, de ezek növények. És ha már ezek a különös, nagyon egyértelműen erotikusak, mert hiszen ott vannak a puha és lágy körvonalú, sokszor szokták ezt nőies formáknak nevezni, klasszikai értékek, és ott vannak a kemény és hegyes és felfelé mutató fallikus természetű, vagy ilyen képzeteket keltő növényi részek is, a növények hagyományos részei, és aztán innen óhatatlanul eszébe jut az embernek, hogyha ezen az úton jár, és vissza akar kérezkedni a művészettörténetbe, akkor érdemes lenne a torony körülnézni, és akkor most elhagyjuk a kiüzetés jeleneteket, és elhagyjuk azokat a formaváltozatokat, amelyek egyre jobban távolodnak a szakrális üzenetektől, vagy a teológiai értelmű igazságoktól, és közelítünk valami más, de földrajzi és kulturális történeti értelemben hasonlóképpen tartalmas képek felé. Ez például, hát a kicsi betűket nem nagyon tudják olvasni, de ez Londonnak az északnyugati részében, az úgynevezett Kew Gardenben helyezkedik el, az egy természetvédelmi terület most. A Heathrow repülőtéről a londoni belvárosba utaztunkban, valahol félúton kell leszállni, és akkor onnan el lehet menni a Kew Gardenbe. Ez a kert, ez a 17. század végétől, aztán a 18-19. Század folyamán egy-két angol arisztokratával van felülbélyegezve, akik természetesen a világra való kíváncsiságukat különböző gyűjtésekben, kereskedelmi sikereiket, bizonyos szigetek teljes lerablásában és műalkotások nagy tömegű Angliába szállításában valósították meg. Nagyon érdekes, hogy a romantika korába beleérkezve milyen elképesztően fontos szerepet játszanak a történelmi idővel megvalósítható kapcsolatteremtés mesterséges dokumentumai a műromok. Hát a Charles Moreau, ugye az Eszterháziak birtokában, Kismartonban és máshol, Tatán például, műromokat építettek a kertbe. Kellett a történelmi idő, a veretes jelenlét, a megalapozott és hiteles tevékenységnek valamiféle kulturális bizonyítéka a rom. És itt mutatok egy pár ilyen megszentelt romot, ami ezerféle formában visszajön. Tehát visszajönnek a gótikus romok, hát a magyarországi, ugye a kismartoni
romok is döntően gótikus és antikizáló. A Stonehenge visszajön, visszajön a Maxentius bazilikája, erről még majd fogunk beszélni, mint félig meddig a föld alatt Rómában, ott a Forum Románum szélén áldogál, és derékig be van töltve földel már, és jámbor rongyosok ott terelgetik a kecskéiket, meg a teheneiket. Ők úgy különösebben a kulturális múltat, vagy a történelmi időt nem tisztelték, de kétségtelenül felidéződnek tömegesen. Ugye a William Turner, aki hát az impressionizmus számára olyan rendkívüli intenzitású motivációkat adott, ő fiatal korában csupa ilyen antik romot és napfényben tündöklő tájat festett. Tehát, és aztán ugye a nagy kép, a Raffaello Santi a vatikáni stancákban mihez nyúl először? Hát természetesen ahhoz, amihez a köznapi mestersége is kötötte. Neki volt egy hivatala, hogy kicsit gondoskodnia kellett a római város és a vatikáni érdeklődés körébe eső régi műalkotásokról, és ő a Maxentius bazilikával, meg a török vagy a görög fürdőkkel, római fürdőkkel feltétlen kapcsolatban volt. Hát ugye az aténi iskola képe, a Raffaello képe, ami hát ott van a vatikáni pápai dolgozószobák folyosóján, óriási nagy kép, de hát ott van a Maxentius bazilikának a mennyezete. És ott van az 1770-es években dolgozó, történelmi képeket festett Hubert Robert, francia ilyen kutató, történész, utazó műalkotásaiban is, aki hát megteremti itt a Laokoon szoborcsoport megtalálása történetnek a kereteit, építészeti kereteit. A történet maga sokkal egyszerűbb volt, aki a reneszánsz előadáson itt volt, az már ismeri, mert én akkor elmeséltem, hogy a Giorgio Vasari hogyan írja le, tehát a kortárs hogyan írja le a Laokoon szoborcsoport megtalálásának a históriáját, és hát ugye itt a Michelangelo volt a kulcs, aki pontosan ismerte az antik eredetit, és ő mondta azt, hogy ha vannak darab kígyók, meg van egy-két ilyen fiatal fült, meg egy öreg szakállas, akkor az elképzelhető, hogy a Laokoon, és a Michelangelo tudta a mestere, a görög mestereknek a nevét is, római másolatban elég sok lehetett annak idején, és megtalálták, de az kín volt a mezőn, valahol ottan a Kapitólium dombja alatt. Az Hubert Robert teremt egy nagy történelmi környezetet köré, és ott bizony megjelenik a Maxentius bazilikának megint csak az architektúrája. És én nem véletlenül mondom ezeket, mert föl fog tűnni még majd a Kew Gardenben is, ahova visszatérünk természetesen, csak most így a romok kedvéért egy kicsit beszélgettünk az európai kultúra időfogalmának alakulásáról, és hát az Hubert Robert természetes odaadással veti rá magát mindenre, ami hát a 18-19. Század hangulataiban valami tündökletes erejű dokumentum. A Pont du Gard Dél-Franciaországban a Nemausus volt annak idején a római neve ennek a település, mindmáig megvan, legendás, milliók által látogatott műemlék, egy vízvezeték, római típusú vízvezeték, amelyhez hát ugye a környezet adja a szimpadias elemeket, de mindenképpen antik dolgok jelennek meg. És hát nagyon érdekes, ezt is többször elsütöttem már, és nem biztos, hogy most sütöttem el utoljára ezt a képet, mert kulcsképnek tekinti a művészettörténet. Ugye ez a Friedrich Overbeck, ez egy 19. század eleji német nazarénus festő, historizáló festő, romantikus festő. Ez az a társaság, amelyik ezt az északi Európát előszeretettel hagyja ott hosszú időre, és felfedezik, hogy Észak-Itália, Toszkána és a Lácium tele van elhagyott csertózákkal, üres templomokkal és kolostorokkal, és művészkolóniák mennek oda le, és letelepülnek, és ezt az áhítatos, puha, gyönyörűséges, derűs
korai reneszánsz festészetet próbálják utánozni. Ebben is ugye 1828, amikor ez a kép születik, ha az emlékmeghatározási gyakorlaton kérdezném, hogy hova is tennék ezt a dolgot, akkor teljes nyugalommal kellene elfogadnom azt a választ is, hogy hát valahol az 1400-as évek végére tudnám tenni ezt a dolgot. Csak az 1400-as években más allegóriák voltak. Valójában alig különbözteti más meg a művet a 19. század műveitől, mint az allegóriák minősége. Itt két kulturális allegória van, Germánia és Németország, ez a címben is benne van, mindenki tudja, érzi, hogy nekem most itt a magam Germánia élménye és a magam Itália élménye alapján kellene felöltöztetnem ezt a két leánykát. Nagyjából egyidős gyerek, és akkor az egyik kap egy reneszánsz ruházatot, az összes Esterházy Madonna és az összes Raffaello Madonna kép mindenütt ugyanezt ezt a Mária ruhát tartalmazza, érdemes ezt úgy megnézni, nagyon dekoratív színegyüttes, kifejezetten a Quattrocento Madonna képeinek színvilágát és színdinamikáját idézi. A német meg egy kicsit ezzel a rózsaszín-zöldes színkombinációval nyersebb, kevésbé harmonikus, mint az olasz is. Hát a hajukban, ugye egyszer a babér, másszor meg a havasi gyopár, ez is beazonosíthatóvá teszi a két figurát. Aztán allegória, mindaz, ami már történelmi dokumentumként kerül be a képek hátuljára. A német kislánynál ott a gótikus város a magasba, a sziklaszirtak tetején, az itáliai kislánynál ott az a kis csendben a píneák között meghúzódó templomocska, amely hát olyan bűbájossá tudja tenni azt a felső itáliai térséget, és amiből olyan nagyon sok van, és teljesen mindegy, hogy melyik mellett pihenünk meg, a gyönyörűség maga ezeken a helyeket. És aztán egy újabb allegória, ami már bizonyos értelemben bölcseleti értékű, az, hogy hogyan is vannak ezek így egymás mellett. Egy nagyon fontos történelmi felismerést közvetít az Overbeck, a mester, azt ugyanis, hogy a maga helyén minden civilizáció, minden kultúra megteremti a maga tökéletességét, amíg fenntartjuk, hogy léteznek ezek a keretek, mármint hogy saját kultúra, hogy nemzeti kultúra, hogy a német nyelvűség, a nyilván protestantizmussal is érintkező világszemlélet ebben az időben megteremtette, és láthatóvá tudja tenni a maga kereteit, és az Itália is. És mind a kettő értékes, és emögött ott van egy nagyon jelentékeny európai kultúrvita arra vonatkozóan, mert nehéz volt a döntést létrehozni, hogy nem az itáliai művészet a művészetek non plus ultrája és a csúcspontja, amelyből származtatni kell nekünk minden értéket, és amelynek utolérése ez volna valójában a kultúrnemzetek kultúrafejlesztésének célja. Nagyon érdekes ideológiai fejleménye ennek a törekvésnek, majdnem politikai színezete is van a dolognak. A Winckelmann mester, a Joachim Winckelmann mester, ugye 18. század vége, egy német tudós, aki kiszármazik Rómába, és ott a vatikáni levéltárnak, könyvtárnak a gondnoka lesz, és a Winckelmann mester ugye megírja a könyvet, a nagykönyvét, magyarul is megjelent és olvasható, a görög műalkotások másolásának fölöttébb hasznos voltáról, amelyben hát ugye ezt a görög-római humanisztikus stíluseszményt helyezi el a legmagasabb polcon, és valójában ezt elérni kell törekednie minden kultúrára adó közösségnek. Ebből következik az, hogy mindenkinek azt kell másolni, ami hát a Praxiteles műhelyében, vagy a Polykleitosznál alkalmas volt, és ami jó volt az Augustusnak, és a Hadrianusnak, és jó volt annyi másnak. És ebből következik, hogy a 19. században van egy ilyen hihetetlenül egynemű törekvés az antik eszmények megjelenítésére. És
És hát innen jön, a múlt alkalommal találkoztunk mi a Ferenczi Istvánnal, a szobrásszal, aki a Bertel Thorvaldsennek volt a tanítványa, de aki ugyanazt csinálta, mint az Antonio Canova, és így tovább is, lehetne sorolni, a klasszicista mesterek megszólalásig hasonló műveket csináltak, beleértve mondjuk a Ferenczi Istvánt is, aki ezt az antik eszményt kívánta megvalósítani. Itt pedig kimondatik az, tökéletesen a Ferenczi István kora, még a Pollák Mihály számára, most gondolkodtam azon, hogy Szekszárdon milyen mozzanatot tudnék itt élővé tenni, és akkor így eszembe jutott a Pollák Mihály féle tevékenység. Ugye a Pollák Mihály is ennek a klasszicizáló irányzatnak volt a mestere. Egy helyen bicsaklott ki, még fiatal korában a Pollák, amikor megbízást kapott a Pécsi Székesegyház szedetvedett építészeti rendszerének a rekonstruálására és helyreállítása. Ez 1808-ban volt, és tartott egy darabig. És akkor ott ő, minthogy szerelembe esett az angol gótikába, a Pollák Mihály, ezt a pécsi székesegyházi felújítást az angol gótika, a perpendikuláris gótika modorában valósította meg. De nem volt valóságos épület ez az akkori pécsi székesegyház. Egy ilyen függönyfalas megoldás, tehát kamuflás volt az egész, tehát egy színpadi díszletet tervezett, de négy torony volt, négy kis zömök, vaskos, de függőleges, gótizáló torony volt, gótizáló ablak. Tehát nagyon érdekes, hogy a 19. század elején, ebben az időben a gótizálás is egy történelmi stílus, meg hát a klasszicizálás is egy történelmi stílus. És a Zádor Anna kutatónő, nekem professzorom volt, mondotta ki talán először, hogy a romantika az sokkal differenciáltabb stílustörténeti periódus volt, mint amelyre általában gondolnak, és bizony az újgótizálás és a klasszicizálás belefér a romantika stíluseszményei közé. Na most hát a Franz Overbeckről ilyesmi jut az ember eszébe, hogy lámotta a különböző stílusnosztalgiák, amik megjelennek a képen, allegóriák, amelyek itt van, egészen speciális 19. századi jelentéssel járnak együtt. És ezek a 19. századi jelentések elő vannak készítve. És akkor most visszamegyünk a Kew Gardenbe, elmegyünk megint Londonba, és ott látjuk, hogy a fő részvényes ezen a területen bizony ez a Richard Boyle, a Burlington harmadik earlje volt, aki egy nagy kereskedelmi flottának a tulajdonosa, világvagyona van, minden az övé a világon, mondhatni. És hát ugye ő is azok közé tartozik, akinek az antik gyűjteménye aztán be fog kerülni a British Múzeumban, mint annyi más tehetős angolé ez időtájt. Na most ő egy nagy, mondhatni, ha szabad, trúvájt valósított meg, egy nagy mutatványt. Kulturális történeti értelemben nem szabad használni a cirkuszi jelzőket, mert nagyon komoly és kimért és mérhetetlenül intellektuális ez a teremtésvágy, ami a Richard Boyle-ban benne volt, felépítette 1729-ben a Chiswick házat. Most miért időzök én ennél olyan sokat? Mert szeretném, ha rá tudnám önöket venni arra, hogy keressenek a képzeteikben valami hasonlót. És akkor a képzeteikben biztos megjelenik valahol az antikvitás. Meg szabad, hogy jelenjen. Ugye ezekkel a portikuszokkal, ezekkel a tümpanonokkal, stb. És ha már ez megjelenik, akkor azt is kérhetem, hogy ennek az antikvitásnak a legközelebbi, vagyis hát a 18. századhoz legközelebb eső forrásait is próbálnánk felidézni, és akkor, ha ilyeneket látnak, akkor óhatatlanul felidőződik az Andrea Palladio neve. Ugye a Veneto főépítésze volt, a 16. század második felében volt tevékeny, és ha Velencébe mennek, és ott valamire való épületet akarnak látni, azon mindig ott lesz a felirat, hogy Andrea Palladio építette, elképesztő mennyiségű házat csinált, részint meg kitalálta a tömegszerű termelés
alapelvét, tehát raktárokba gyártott, és a készletből ő aztán tetszés szerint felhasználható mennyiségű anyagokat vett birtokba. És hát ő Vicenzában született, abban a városban, ez Pádova mellett van, tehát Velence, Pádova, Vicenza, nagyon közel van egymáshoz. Vicenzában született, és a városának, a szülőhelyének ő nagyon sok mindent épített. Ez az 1500-as 50 és az 1500-as évek vége közötti időszakban játszódott le, és az egyik főműve Vicenzában, többek között, ott több palotája is van, ez a Villa Capra, vagy hát a hagyományos néven Villa Rotondának nevezett épület. És hát a mi Lord Burlingtonunk ennek az épületnek egy átiratát valósítja meg, fél életét Itáliában töltötte a Burlington harmadik őrje, ez a Richard Boyle. És hát több mókás anekdota is tapad a nevéhez, ezekből most nem idéznék, mert nem művészeti természetűek, de végül is a nápolyi szegény gyerek az ki tudta mosolyogni a nyársat nyelt angol őrt, mert ha az élet boldogságairól volt szó, ennyit azért mégiscsak engedek, ha az élet boldogságáról és az élet értelméről van szó, akkor a tengerparton heverésző, szőlőt, marokból falatozó halászgyerek sokkal boldogabb volt, és erre rádöbbent a Lord Burlington, amikor számon kérte tőle, hogy ő miért heverészik, és miért nem gyűjt egy halászhajóra, aztán majd két halászhajóra, aztán majd tízre, meg majd a piacon is strandot vesz, és majd meggazdagodik, és akkor majd kiülhet a tengerpart, és ehet szőlőt, és akkor mondta a fiú, hogy hát hol vagyunk, és én mit csinálok? És akkor hát ez körülbelül egy ilyen boldogságallegória, ami a Burlington nevéhez fűződik. Becsületére legyen mondva, hogy ő írta meg ezt a históriát. És na minden esetre, hát nagyon-nagyon kedvelte ő a késői antikvitás itáliai építészetét és az Andrea Palladiót, és ő leképezte a házában az Andrea Palladiónak a Villa Rotondáját. Hát az Inigo Jones, az angol reneszánsz egyik építésze, őtőle is vett kölcsön motivumokat, de ezek az arisztokraták, ezek rendkívüli módon szerettek volna nagyot alkotni, tehát művészit alkotni. Próbáltak muzsikálni, épületet csinálni, növényt nemesíteni, nagyon sok mindent csinál. Ekkor harapódzott el ugye az a modern kérdőívekben is benne lévő rubrika, hogy és a hobbija micsoda. Mert Angliában nagyon nehéz embernek lenni, hogyha nem tudja azt mondani, hogy van valami hobbija is. Tehát ezek a veszőparipák, amelyek ekkoriban nagyon-nagyon szép számmal tenyésztek Angliában is, hát ezek nagyon kedves kulturális történeti emlékek. Mindenesetre hát a Villa Rotonda, ami hát egy klasszikusan, tökéletesen, minden irányból kiegyensúlyozott építészeti koncepció alapján született meg. A Villa Rotonda inspirálta, és hát elvitte az eszméjét a nem feltétlenül vicenzai klimatikus körülményeket biztosító angol Észak-Londonba, és hát megépítette. Ugye a központi tér, ez a Lord Burlingtonnál ilyen, a Villa Rotondában azért szerényebb, és hát itt van kérlelhetetlen pontossággal, látjuk a középső ablak megoldásában a Palladio motivumot, a művészettörténet, építészettörténet, ezt a két oszloppal alátámasztott, középen íves áthidalást, ezt Palladio motivumnak hívja. Fontosnak tartotta Burlington, hogy beépítse a házába. Aztán hát kell kandallókat alkalmazni, mert fűteni kell olykor. A kandallókból lettek ilyen pülónok, ilyen kicsit antikizáló, furcsa kandalló megoldások. Ez időtájt Angliát általában a Tudor építész, a gótikizáló építészet lázban tartotta, nem véletlen egyébként, hogy a parlament épülete, ami majdnem ugyanekkor épült, az pedig gótikus stílusban épült fel. Minden esetre hát a Palladio az nagyon közel van hozzá, és itt van a Lord Burlington központi tere, meg a leágazások. Próbálja követni az Andrea Palladiónak a megoldásait, és a központi megoldás pedig, a központi térnek a mennyezete megint visszatükrözi talán
emlékeznek még rá, a Maxentius Bazilika, ami milyen érdekes átmenetekkel, Raffaellon keresztül eljutott idáig is. Ez az egyik forrás, a másik pedig szó szerint a Borromininek, a Francesco Borromininek, az a római barokk egyik legnagyobb építészének van egy kis temploma, a San Carlo alla Quattro Fontane, a Pályaudvarhoz nem is túl messze van, egy saroképület, amelyben egy egészen kellemetlen alaprajzi környezetben, tehát egy saroképületben, szabálytalan alaprajzi helyzetben, de egy olyan pompázatos templomot épített, tényleg a római barokk egyik legcsodásabb, így egy marokban elfér valójában, kicsike kis templom, de gyöngyszem, vagy gyémánt inkább. De most annak a mennyezet megoldásában, ezek a stukkóból, tehát gipszes, de a plasztikai megoldásokból képezett kis alakzatok vannak. És hát ugye a vonzalmának mindenképpen ilyen kis dokumentumai vannak, meg még másnak is, de majd mindjárt jön. Az egyik falképen ott lehet látni a legimádottabb épületet, egy ilyen pseudo-peripteros, vagyis hát egy olyan kicsi templomot, ez egy fortuna templom, amit az Andrea Palladio épített, féloszlopok vannak a falon, ilyen kanellúrázott, szép görög dór oszlopok a falon körbe, ezért ilyen pseudo-peripteros, mert nem valóságos oszlopcsarnok. És ezt egy ilyen kis puttó lebegteti, mindenki lássa, hogy én, Burlington, Richard Boyle, mindent tudok az Andrea Palladióról, és még a puttóim is Andrea Palladio lapokat lebegtetnek a fejem fölött. Másfelől meg nagyon érdekesen aktualizálja, vagy allegorizálja az antik mitológia motivumait. Mert a Vénusz és Apolló kettőst például, és ezt így meséli, van egy ilyen idegenvezetéses forgatókönyv, meséli a díszítmények, a frízek ilyen formában festett görögös, ugye a festett görög szobrászat van itten utánozva, így jelennek meg, de a legsokat mondóbb és a leginkább időhöz kötött kis motivum az egyik kartusban elhelyezett Clementine Sobieska nevezetű lengyel grófnő, a család barátja, a puttók egyike, az ő kis büsztjét másolja, már a Sobieska grófnő jelentéktelen, pici apróság ez, nyugodtan lehetne mondani azt, hogy ez egy klasszikus elszólás egy nagy épület együttesében. Nem is túl igényesek ezek a freskók, tehát kicsit gyermeteg az előállítás. Tehát az előbb, amikor vetítettem az Emil Noldénak a Ádámját és Éváját, és azt mondtam, hogy gyermetek, hát ez ugyanolyan gyermeteg. Ám de az egyik rajzol, és ott egy portré lesz, a másik pedig bizony egy szabadkőműves, egy virtikli, valóságos, erős szabadkőműves gesztust tesz a hallgatás és titoktartás kötelezettségére utal. Nagyon-nagyon izgalmas, szabadkőműves hinterland kezd itt megjelenni a háttérben, és tudjuk is azt, hogy komoly, nagy páholyalakító energiák voltak ebben a Chiswick házban. Itt összejöttek a Jakab korának szabadkőműves erői, akik még a francia forradalom elindításában is rendkívül komoly szerepet játszottak. Ma úgy mondaná a Bogár László közgazdász, hogy a háttérhatalom működésének egy kis laboratóriumában jelentünk meg és lestünk be. Szóval itt sorban látjuk az itáliai reneszánsz Palladio motivumokban, meg a reneszánsz palazzo építészet különböző megoldásaiban gazdag épületet, olyannyira, hogy mondjuk még Augustus császárnak egy szoborbüsztje, egy másolata is bekerül, gondosan ráccsal elzárva, vagy a galambok lenne piszkítsák az épületbe. És hát a Hadrianus császár Tivoli villájából másolatonként és három eredetiben előjönnek azok a szobrocskák, ott hátul alig lehet látni, de egy ilyen szoborsort a messzelen Apolló mellett, ott a barlang felé, egy ilyen szobrosor, onnan elszármazottak, itt lehet látni, elszármazottak ezek a szobrok,
És ez is ugye az antikvitás imádatának egyik nagyon szép dokumentuma. Aztán maga Andrea Palladio is megjelenik az egyik lépcsőfeljáró mellett. Hát itt van, megidézték, egy holland-angol szobrász csinálta ezt a munkát, Andrea Palladio, de hát ez ugye a 18. század közepén született már, és ez nem Andrea Palladio kora, a stílus nosztalgiának része, ez az emlékszobrászat is, tehát ő fölidézte az Andrea Palladiót is, a pincében meg kialakított egy megszólalási olyan helyet, mint amit aztán a mi Pollák Mihályunk a Nemzeti Múzeum pincéjében is megvalósított. Tehát a Pollák Mihály maga is ismerte az Andrea Palladiót természetesen, talán ismerte a Burlington-t is, mert a Nemzeti Múzeum pincéje tökéletesen egy ilyen különös ovális hasonló oszlopokkal, ilyen toszkánizáló antik oszlopokkal megcsinál dolog. Nagyon-nagyon érdekes ez a stílusvándorlás, ez a motivumvándorlás, és érdekes az, hogy milyen tartalmakat vesz fel, hiszen a Pollák Mihályra a legkevésbé lehet aztán majd mondani, úgy az architektúrájára, mint a gondolkodására, hogy ebben mondjuk manipulatív vagy szabadkőműves színezetű megnyilvánulások lettek volna. Minden esetre hát az Andrea Palladio felépíti a Chiswick háznak a Narancsligetében a szerelmek templomának portikuszát, felépíti a vízesést, és innen mindjárt tovább lehet lépni, nem feltétlenül a szabadkőművesség okán, hanem az időbeli egyesség okán, a legnagyobb és a legizgalmasabb fantáziával teli francia, ez időtájt működő francia építészcsoportnak, a francia forradalmi építészeknek egyikéhez másikához, ahol például ezt a csőből kijövő monumentális megoldást látjuk. Lehetséges, hogy ez a nagy fantaszta, ez a Nicolas Ledoux, ugye meséltem én múltkor, hát talán nem voltak mindannyian itt, de múltkor egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt szóba került valahol az Etienne Louis Boulle-nak a Newton emlékműve. Tehát egy nagyon-nagyon spekulatív, tulajdonképpen konceptuális építészetet művelt ez a társaság, mert rendkívül kevés olyan építészeti dokumentum van, ami tényleges épületet jelent. Nem építettek ezek semmit, hanem egy új tömegtársadalom számára próbáltak elképzelni különböző épülettípusokat, tehát temetőket, bazilikákat, törvényhatósági palotákat, és hát ezek között egy-két ilyen allegorikus, furcsa épület is, ilyen architecture parlant, úgy mondták, beszélő építészet is megjelent. Hát a folyamőrnek természetesen olyan háza kellene legyen, amelyben a víz jelen van és folyik és irányítja, a folyamőr az egy ilyen. A mezőr háza, meg hát a tökföldön, vagy a mákföldön, az legyen ilyen kabakforma, vagy valamilyen ilyen organikus, növényi formájú. Tehát beszéljen az építészet, mondja. Nagyon érdekesen hangzik össze, hiszen időben tökéletesen a Burlington féle Chiswick ház készülésének és a Kew Garden benépesítésének az idejére tehetőek ezek a dokumentumok. Aztán itt a mezőrháza kicsit nagyobban. És hát feltétlenül beszélnünk kell ennek a korszaknak, egy kis ellentmondásként tűnik fel, hogy ugye a meghatározó és politikailag és gazdaságilag is rendkívül nagy befolyással rendelkező angol arisztokrata egy megoldást javasol. Miközben vannak más típusú arisztokraták és a gazdaságnak más típusú javaslattevői, amelyek látják, és nem is mindig mondanak ellent egymásnak a dolgok, de akik látják a modernizációnak az útját. Mi a modernizációnak az útja? Hogyan lehet mondjuk szakítani, ha lehet egyáltalán szakítani a technológiai lehetőségeink birtokában azzal a kicsit ügyefogyott gondolkodásmóddal és építési technikával, ami mondjuk a késő reneszánszban testesül meg, és amit mondjuk egészen pontosan idéztünk fel a Chiswick házban. És így jön elő, hogy van egy bizonyos arisztokrata kör, akik már megint a szabadkőművesség ott szerepet játszik, mert ugyanannak a páholynak a tagjai, akik
az angol királyság, és Skócia, és Írország vasútépítését megfogalmazzák a 18. század végén. Már ismeretes a számukra, hogy lesznek olyan energiahasznosító gépezetek, amelyekkel a vontatást meg lehet oldani. És a hely, amit én most felidézek, ez az Iron Bridge, ez történetesen egy ilyen hely. Ez Birminghamtől nincsen túl messze, egy ilyen 20 mérföldre van Birmingham, ami hát a Fekete Angliának egyik fővárosa volt, ez időtájt. Iron Bridge-ben a település erről a hídról kapta a nevét, ami hát a 18. századnak a harmadik harmadában született meg. Ott rendkívül jó minőségű vasércet és szénércet lehetett egy helyen találni. Óriási, jelentőségű ipari központ alakult ki, ahol már vasúti sineken, mai értelembe vett vasúti sineken tolták az öntött vas kerekű csilléket, és megjelentek az első gőzzel hajtott hajtányok is. Ugye a gőzgép nagyon sok leleményes ember munkájának az eredménye, és csak nagyon viszonylag későn tudta meg a világ, hogy hogyan is lesz ebből valódi erőgép, és elsősorban mondjuk a hajózás volt a terület, ahol be akarták vetni minél hamarabb, mert az angol nemzeti jövedelem döntő mértékben nem a helyi, hanem a tengeren túli forrásokból táplálkozott. És Iron Bridge-ben megszülettek az első gőzzel hajtott targoncák. És ami még sokkal fontosabb, megjelentek például a szállító szalagok. Tehát elképzelhetetlenül termelékeny ipari megoldások születtek meg ebben a kisközségben. És ez azért volt fontos, mert klasszikus szabályok és beidegződések, minél jobban gépesítünk, annál kevesebb élő munka kell, nem problematikus a termelő munka, hogyha nincs benne ember. És sikerült, ugye hát a londoni populációs robbanás többek között annak is köszönhető, hogy a munkáskézre nem volt szükség, és Londonba áramlottak ezrével emberek, és hát meglettek a maguk szociális következménye ezeknek a mozgásoknak, de ne menjünk ilyen messzire, beszéljünk arról, hogy itt ezen a helyen kikísérletezték még a klasszikus fa és kőépítészet öröksége alapján, de kikísérletezték az öntött vas építőelemek létrehozását, és ez a ez a híd, ez az Iron Bridge, ez már bizony, itt lehet is látni bizonyos kis utalásokat egy táblaképen, egy 1800 körüli táblaképen, hogy itt bizony füstülnek a kémények, és pöfög az egész világ, és vannak éjszakai képek, festők csináltak éjszakai képeket, ahol látni, hogy hat ló vontatta óriási tárgyszekereken, eszméletlen méretű kikötőbakokat szállítanak, öntött vasból készült kikötőbakokat, viszik Liverpoolba, és ma is ott vannak Liverpoolban, ezek az emberméretű óriási hajókat, kikötő bakok, itt öntötték őket. És öntöttek mindent a világon, öntötték ezeket az alapvetően a faépítészetből kiinduló, de aztán önállóan stilizálódni kezdő öntött vas elemeket, amelyeket ekkoriban még nincsen csavar, és ékekkel teljesen a faépítészet szabályai szerint szorítottak egymáshoz, és erősítettek egymáshoz. És külön volt egy felügyelője ennek a hídnak, akinek az volt a dolga, hogy minden nap az ékeket kalapáccsal visszaverje, vagy pótolja, vagy egyen. Ma is működik a híd egyébként, aki elmegy erre a helyre, ez egy ilyen ipari műemlék terület, egy fantasztikus ilyen régészeti őspark. Akkor látja az első vashidak egyikét, ami hát itt készült, és hát itt lehet is látni egy ilyen belső fotóval, hogy milyen tulajdonképpen kezdetlegesen, de milyen agyafurtan modellezték meg ezt az egészet, egy egymást támasztó, egymáson áttörő acélíveket erősítettek egymáshoz, szóval, és az egésznek van egy ilyen kicsit folklorizáló hangulata, egy kicsit ezekkel a ívekkel, ami majd aztán később, 100 év múlva, mondjuk a New York-i Central Parkban, amikor a vasépítészet már teljességgel polgárjogot nyert, én töltöttem időt Pennsylvániában, és nekem például egy ilyen
hóbortos ötletem volt, felfedeztem azt, hogy rengeteg fedett híd van. Tehát vasból készült hidak, kis, rengeteg víz van természetesen, folyók, rengeteg hely, minden, és a sok hídon így burkolva vannak, és gyönyörűen mintázott acél lemezekkel vannak a hídak, és akkor úgy néztem a szerkezeteket, hogy mindegyik híd más szerkezet, egyik alulhordó, a másik fölülhordó, íves, és nagyon-nagyon szép. Tehát az acél építészet valahol a 19. század elején párhuzamosan az acél ipari felhasználásával, ugye lásd az első acélból készült szállítóhajók és kompok és vontatók, stb. Megjelentek, és hát ugye természetesen itt van a világot forradalmasító magas építészetnek a technológiai gyökere, az acél és az üveg építészetnek a gyökere. Ebből még kezdetben csak virágházak lesznek, pálmaházak és pálmacsarnokok, később már más is. És hogy milyen összetett és érdekes ez az idő, és hogy az extremitások és a különösségek milyen érdekesen keverednek benne, hát ez ugye a harmadik Henrik kora valahol itt az 1815 idején van, hát egy pár uralkodón végigment azért ez a brightoni királyi palota. Ez ugye délen van, Dél-Angliában, a tengerparton, a csatorna mellett. Brighton az valójában egy mesterséges kicsiváros, a 19. század angol építészetének minden valamire való tervezője, ott elhelyezett házakat. És gyönyörű várostervezési koncepció jelent meg. Hát ugye a királyi nyaralóhoz vívő út mellett van a Royal Crescent, egy olyan nagyvonalú, hatalmas építészeti koncepció, ami egy kicsit a budapesti Madách tér építészetének a megoldásait is idézi, de minden esetre Brighton nagyon-nagyon szép és izgalmas hely, és ott 1815-ben felépült egy királyi palota. Na most, ha mi egy emlékmeghatározási gyakorlaton lennénk, akkor most mondhatnánk azt, hogy ez egy indiai stúpa, ugye? És vagy valami ilyesmi, vagy egy játékkaszinó új Delhiben. És akkor nagy nyugalommal el kéne fogadni ezt a választ. Bocsánat, azért nézem az órámat, mert ez nyilvánvalóan megállt. Mennyi idő van maguk szerint? Akkor még van egy óránk? Nem igen. Negyed óránk még van? Bocsánat. 150 képet hoztam, és vetítettünk 80-an. Na, 50-en. Na, minden esetre, hát itt vagyunk ebben a házban, sietek vele, nem magyarázok. Megjelennek a talmi anyagok. Ahhoz képest, hogy Angliában eddig a pillanatig valamire való építő csak gránitból és sziklából épített házat magának, ebben a pillanatban megjelennek a farost lemezek, és megjelentek, persze nem mai értelemben vett farosleme, de megjelennek a gyengébb anyagok, gipszkartonok, meg ilyesmi, díszletépítés is folyik. És a királyi család bizony, hát a szépen nyírt hangulatú mediterrán benyomásokat is keltő déli tengerparton, egy indiai palotában, palotarendszerben tölti az idejét. Valami egészen különös igény ez találkozni, messze földek, távoli kultúrák, civilizációk értékelhető dokumentumaival. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Láma Nagy Sándor hogy űzi az indiai alkirályokat, meg hogy milyen kis stúpák épülnek görög ízlés és egyéb alapján. Most meg arról beszélünk, hogy a legújabb korban Lám ez a távoli kultúra, ami persze fizikai értelemben teljes mértékben és kizárólagosan angol kezekben van már, hogy ez hatással van azért az angol térségre is. És hát amikor a fogadó termet nézi az ember, akkor egyértelműen az a benyomás, hogy most itt a James Bond elment valami indiai kaszinóba, és azt a jelenetet látjuk. És akkor azt kell kérdeznünk magunktól, hogy hova tesszük ezt, vagy hogyan helyezzük el ezt a képet az Overbecknek, az Itália és a Germániája közé, és azt kell mondanunk, hogy fellazultak a kulturális erkölcsnek az eresztékei.
a világ gyarmatosításából következően rendkívül sok hatás és egyidejű hatás, párhuzamos hatás éri az európai civilizációt, amelyből szépen lassan, ugye az egyház és az állam, ha már itt előkerült egy képszínben, amúgy is szét van választva. A francia forradalom után azért rendkívül erős következményekkel kell számolni, és a Szentszövetségi Európában Anglia mondjuk nem játszott szerepet. Tehát az ellenreformációs állam folyamatokban nem játszott szerepet. Tehát az egyetemes civilizáció szempontjából nagyon érdekes jelenségek játszódnak le. Nem merem azt mondani, hogy ezek a tendenciák, ezek egyre csak erősödtek és folynak. Csak azt mondom, hogyha ma kitalálnak valamit mondjuk Bukarestben, képzőművészetben, az egy óra múlva Honoluluban ugyanúgy látják, és ugyanúgy ismerni fogják, és tudják, és hogy a világon az újdonság, vagy a kifejezési erő, vagy az érték, vagy a lelemény, vagy az innováció, ez úgy szóval megfoghatatlan már, mert az utánzásoknak, a lopásoknak, az átvételeknek, a copyright jogok teljes semmibevételének a közegében élünk. Az eredeti minőség az a leggyanúsabb kifejezés, ami csak most megfogalmazható, mondom én így kicsit bárdolatlanul. Minden esetre egy folyamat itt kezdődik, és a folytatásából lehet, hogy már elsütöttem ezt a képet, de szeretnék néhány képet mutatni, és ezzel be is fejezném, de nagyon sokat mondó lesz. Amerikában megjelent, és most már múzeuma is van, a keleti parton, a New Brunswick környékén, a post-contemporary művészetnek, vagyis a kortársság utáni művészetnek. Mert olyan hosszú ideig beszéltünk mi kortárs művészetről, hogy már egy vastag történelmi korszakká vált, és az azt meghaladó, tehát hosszabb ideje van az úgynevezett kortárs művészet, a kritikai gondolkodásban, mint mondjuk az izmusok kora. Az izmusok lecsengtek, 905 és 15 között vége van az izmusoknak, maig a szürrealizmus aztán később jön, de tulajdonképpen az avantgárd nagy korszaka, mert ez ennyi ideig tartott, és a kortárs is ennyi ideig. Legyen valami más, post-contemporary, olyan művészet, itt a múzeum, amelyben az időszám, én egy ilyen kis ábrát készítettem, nem tudom, hogy érthetővé tudom-e tenni a dolgokat. A vízszintes tengely az idő haladta, ami kezdődik a posztmodernnel, ez nagyjából a 80-as évekkel befejeződik, aztán az elvont absztrakt művészet, ennek a közege döntően a dekonstrukció, az látszik itten, vagyis minden szétszedni és a szétszedett darabokból összerakni a nagy egészet. Van, akinek az elméjében ez talán a Pál korintosi első levelét idézi fel, az 1.13 versét, hogy amikor gyerek voltam, akkor homályosan, de majd akkor szemtől szembe világosan válik minden, és eddig csak részekből, aztán majd az egészből fogom fölépíteni, csak itt nem teológiai alapon van a dolog, hanem valóban van egy művészettörténeti korszak, amelyben mindent szétszerelnek, és a kapott alkatrészekből aztán új rendszerek jönnek létre, vagyis semmi nem változik, csak az összeállítás módszere. A lényeg, a döntő, a forma, a minőség nem igen változik meg. Tehát mindenképpen kell egy kortárs utáni területet csinálni, amiben van egy kis dekonstrukció is, van benne egy kis posztmodern is, és hát inkább rekonstruáló, mint dekonstruáló. És ezt a rekonstrukciót az allegóriákkal tele, és azért is időztem én a Franz Overbeck allegórikus gondolkodásánál, mert lám egy egészen korszerű és egy mai műalkotásban 2011. szeptember 1, szeptember 1, a kép, ugye az ikertornyok lebombázásának a históriája, és allegóriákban gyönyörű, hatalmas méretű kép, úgyhogy inkább csak részleteket mutatok, dekonstrukciós alapon is, amelyben hát eszméletlenül szépen megfestve vannak utalások arra, ami történt. A két fiatalember középen természetesen az ikrek, akiket megtámadnak ezek a repülőgépek, és aztán a halottak, a rokonok, a szenvedők, mindenféle korábban már megszületett műalkotásokból összeszedett hatalmas művészettörténeti kaland,
ezeknek a figuráknak a forrásaira rálelni, de rá lehet lelni csupa-csupa már megidézett, már létrehozott alkotás újrafeldolgozásából, tehát megint a részekből, valamikori elhullajtott részekből összeszedett, új összefüggésben megjelentett egész látható a képen. Mindegyik figuráról, ugye itt az egész kép, mindegyik figuráról rengeteg tanulmány született, fotóalapú tanulmányok, de olajfestmény, gyönyörűen megfestett olajfestmény. És hát ha ugye nem az alkalmazott tárgyakat, dolgokat nézzük, vagyis hát petpalackot és már, akkor teljesen olyan benyomásunk van, mintha valahol a 19. és 20. század fordulóján lehetnénk egy ilyen nagyon-nagyon képzett akadémikus festő műhelyében, de hát nem erről van szó. És aztán erre a modellre, és erre már tényleg a következő alkalommal fogunk majd csak igazán figyelni, erre a modellre nagyon sokféle művészeti aktivitás épül rá, és a következő alkalommal, most én ebbe nem merülnék el, de ezt a német szobrot elemeznénk Nürnbergben, ott van az utcán, mindenki látja, a belvárosban, 2008-ban született, Jürgen Weber csinálta. Ennek az előbb idézett gondolkodásmódnak, ennek a posztkortársi vagy kortárs utáni gondolkodásmódnak egy igen érdekes kifejeződése, ami történik, hiszen igénybe vesz történeti forrásokat, erről majd gondolkodunk, és művészettörténeti forrásokat, hiszen az idősebb, a Hieronymus Boschnak van a Bolondok hajó, és a Bolondok hajója, ami hát egy középkori történetre megy vissza. És csak annyira megyek előre, ezt a következő alkalommal elővesszük majd, annyira megyek előre, hogy itt utalok erre a szoborra, illetve a szobornak, a festménynek egy frissen újrajátszott változatára. És a múlt alkalommal volt okunk arra, hogy a Medúza tutajosai, az Eugène Delacroix kép, vagy Theodor Jericho kép átiratáról beszéljünk egy performance keretei között, akkor most majd beszélni fogunk egy festményről, amely mai környezetben helyezi el a Bolondok hajóját. Mindenki más csinál, mindenki nem avval foglalkozik, amivel kéne, és a hajó az természetesen a hullámok martaléka lesz. És aztán megyünk majd tovább a források felé, de hát ez a következő alkalommal fog történni. Ha megtisztelnének a figyelmükkel, azt nagyon hálásan köszönném. És ezt az estét is köszönöm.